Felfrissültek a palotavárosi tavak is. A bőséges csapadéknak köszönhetően újra helyreállt a tavaszi vízháztartás rendje, a horgászok reménykedhetnek. 14 évvel vagyok itt a palotavárosi tavaknál. Hát a vízminőség az nagyon sokat javult, mert állandóan vágjuk a nádat, tehát a nádvágást, tehát ezáltal javul a vízminőség. Tehát és az idén jó csapadék is volt, tehát nagyon jó a vízminőség az idén. Úgyhogy a hal telepítés is az is azért purgerul, az állandóan telepít, tehát a hal is van benne, tehát a vízminőség nagyon jó itt a palotavároson, mert itt 2-3 méteres vízoszlopok vannak. A horgászok ugyancsak elégedettek. A lakótelepek árnyékában jó víz, megfelelő halállomány várja a görbülő botok szerelmeseit. Tavaly jöttem ide először horgászni erre a tóra. Nagyon sok szép pontot fogtam, hát remélem, hogy az idejében is legalább olyan szerencsém lesz. A városszéli környezet megújulása kiváló lehetőséget nyújt a horgászat megismerésére, illetve adott a lehetőség a környezettudatos programok megvalósítására egyaránt.